fél öt, fél három tájékán dörömböltek be a kis Viskódba. Viskomba, a sátramba. Rendőrökkel együtt a Balogh Pista bácsi, hogy azonnal le kell vonulnunk, mert hogy mit tudom én, mire vették ezt a környezetet, olyan védelmi, mit tudom én, milyen létesítményben, így van. És itt laktál? Itt laktam, itt volt az én kis kecom, egy hónapig, 30 napig, úgyhogy már éppen, pont 30 napja, igen, itt éltem ezen a kis Járda-szigeten, kis sátramba, úgyhogy már éppen akartam bejelentkezni állandóra, mikor jöttek a rendőrök, hogy felszólítanak, hogy hagyjuk el a terepet, mert jönnek a Izraeli állam látogatására hivatkozva kell egy Magyarországon szabályosan bejelentett és leegyeztetett demonstrációt abba hagyni, teljesen alkotmányos és jogsértő módon, és jó lenne, hogyha végre felébrednétek emberek, mert ha ezt így folytatjuk, basszátok meg, akkor a krumpliföldön fogtok kapálni mindannyian, és ide tartoznak a rendőrök is, a jobbosok, a balosok, és teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, otthon merezted a seggedet, és közben meg kilakoltatnak egy szabályosan bejelent demonstrációról. Hát itt az ideje felébredni, a Szélkálmán téren folytatjuk, és Csányi házánál, mindenkinek ott a helye, és háborodjunk fel ezen, mert az nem lehet, hogy ide tolja valaki külföldről a seggét, és azért be kell fejezni egy demonstrációt. Ilyen nincs a világban, és ez az emberi szabadságjogokat mélyen sérti. Meg is támadjuk bíróságon, de ne ücsörögjetek otthon, hanem gyertek fel, és fejezzük ki együtt egyet nem értésünket ezzel. Hajrá! Így van. A kurva nénikéjüket. Jól éreztem itt magam. Annyira bele, de volt rendezve.